Üdvözlöm Önöket! A Szerencsi Televízió műsorát látják, Rickó Mária vagyok, híradónk tartalmából. A város önkormányzatának első féléves gazdálkodásáról. Szürke rothadás veszélyezteti a szőlőtermést. Sajtótájékoztató mondták el véleményüket a képviselők. Csapadékvíz elvezetés és óvodaépítés Ondon. Dombormű Kulcsár Anitán nékére. A gyermekek biztonságáért. Szerencs képviselőtestülete augusztus 30-ai ülésén tárgyalt a város idei pénzügyi tervének féléves teljesítéséről. A napirend tárgyalásán az is elhangzott, hogy Szerencsen 155%-os a kiadás szintje, ezért a város nem indulhatott az önhéki pályázaton. A város 2005. évre szóló költségvetése mintegy 164 millió forint forráshiánnyal került elfogadásra, tehát már a tervezésnél ennyi pénz hiányzott az idei év büdzséjéből. A központi költségvetésből kapott támogatások többsége feladathoz kötött, tehát más célra nem használható pénz. Ez biztosítja többek között az intézmények működését is. A tájékoztató tárgyalásánál az is elhangzott, hogy az önkormányzat kötelezettségein túl sokkal több feladatot vállal magára, így nem tartozik az önhibáján kívül hátrányos települések közzé. A város polgármestere szerint azonban segítette a gazdálkodás biztonságát a belügyminisztériumtól sikeres pályázat eredményeként kapott 45 millió forintos támogatás, amely összegből 5 millió forint a visszanemtérítendő összeg. A működés területén a működési kiadásaink időarányostól eltérnek, hiszen az év első felében az oktatási évnek a nagyobbik része esik, a második fél évben mindössze 4 hónapban működnek az iskolák, illetve a város által fenntartott intézmények. Az év elején is azzal számoltunk, amikor a költségvetést elfogadtuk, hogy 160 millió forint forrás hiányunk van. Ez a forrás hiány természetesen végig kíséri az esztendőt, de úgy gondolom, hogy kellő takarékossággal és odafigyeléssel az év, a költségvetési év jól teljesíthető. A költségvetésnek a másik nagyon fontos eleme a beruházások, a fejlesztések, amelyek teljesen elkülönítetten kezelendők. A beruházások időarányosan történnek, teljesülnek, a pénzügyi elszámolása azonban a második fél évre teendők. A tavalyi esztendő 53 millió forintos visszafizetési kötelezettsége és a forráshiány a nyári hónapokban ugyan nehézségeket okozott a szállítók számláinak határidőre történő kifizetésében, de várhatóan a helyi adókból származó bevételek forrást jelentenek majd a gazdálkodás biztonságára. Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy az önkormányzat idei esztendőre szóló hitelvisszafizetési kötelezettségét határidőre teljesítette, és a beruházások is a tervek szerint folytatódhatnak. Megtartotta a hagyományos szőlő növényvédelmi tanácskozását augusztus 29-én a Tokaj-hegyaljai Szövetség. A szakemberek előadásából kiderült, amennyiben az elkövetkező hetekben is csapadékos lesz az időjárás, a már jelentkező szürke rothadás megtizedelheti a szőlőtermést. A Borton megrendezett programon a több mint 70 érdeklődő az aktuális növényvédelmi teendők megismerésén túl a legújabb permetszerekről is tájékoztatást kapott. Az idei esztendő csapadékos időjárása nem kedvezett a szőlőkártevőknek. A peronoszpóra jelenléte nem számottevő az ültetvényeken, a lisztharmad terjedése ellen azonban még védekezni szükséges. A legnagyobb veszélyt azonban a közelmúltban megjelent és rohamosan terjedő szürkepenész jelenti. Ez az év gyakorlatilag a nagyon kellemetlen időjárása ellenére növénykortani szempontból nem volt egy túl fertőzött év, ezt lehet mondani. Koratavasszal a károsítók nem jelentkeztek olyan mértékben, ahogy az előrejelzéssel várni lehetett, illetve ahogy a csapadékviszonyok, a hőmérsékleti viszonyok alakultak, azt gondoltuk, hogy járványszerűen föllép a peronoszpóra, a lisztharmat nem léptek föl. A jelenlegi viszonyokat, ha nézzük, akkor a szürkepenészes rothadásnak a rosszabbik változata, tehát valóban a rothadási folyamat van jelen a területeken, ez erősödik. Abban lehet bízni, hogy a vénasszonyok nyarával, vagy egy ilyen kitolódó szárazabb periódussal, ez átfordul majd az asszusodás felé, vagyis a jobbik arcát fogja mutatni majd a szürkepenész. Az október elején a már magas cukorfokú szőlőszemeket megtámadó szürkepenész okozza kedvező időjárás esetén az aszúsodást. A botritis korai megjelenése azonban veszélyes, mert sok csapadék esetén a fürtök rothadásához vezethet. A gazdáknak így nem marad más, mint hogy bízzanak a jó időben.
A település oktatás intézményeinek helyzetéről, az ingyenes tankönyvellátásról és a város pénzügyi nehézségeiről tartottak sajtótájékoztatót szeptember 2-án az önkormányzat összefogás szerencsért képviselői. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Szerencsi Huszárvár úti irodaépületében a képviselők egyenként ismertették véleményüket a különböző kérdésekben. Többek között nehezményezték, hogy a városnak vissza kellett fizetnie a központi költségvetésnek 75 millió 600 ezer forintot, amely összeg a település 3 évi kommunális adóbevételének felel meg. Elhangzott, hogy nem működik a tanácsnoki rendszer, pedig a tapasztalt képviselők sok hasznos javaslattal segíthetnék az önkormányzati vezetők munkáját. Visszatérő felvetés a sajtótájékoztatón is elmondták, hogy a tavalyi esztendőben a pedagógusok egyszeri bérkiegészítésének kifizetésekor 35 millió forintot spórolt meg a város. Arról van szó, hogy a tavalyi éven a pedagógusoknak adható egyszeri bérkiegészítést a város nem fizették a pedagógusoknak. Ez a városnak akkor ugye plusz 36 millió forintjába került volna, ezt nem fizette ki a város a pedagógusoknak, és ezt az állam utána visszaszerezte tőle. Tehát nem az történt, hogy nem maradt itt a pénz, nem az önkormányzatnál, nem a pedagógusoknál, hanem vissza kellett fizetni az államnak ezt az összeget, és még ezen kívül is kellett visszafizetnünk pénzeket, és ennek ugye az lett a következmény, hogy az éven sem tudtunk önhitihez hozzájutni, az előttem szóval erről beszélt, ez az a bizonyos támogatás, amit a szomszédos települések hozzájutottak. A képviselők hangsúlyozták, nem értenek egyet az intézményvezetők kinevezési gyakorlatával, mert azok véleményük szerint politikai alapon történnek. Kifogásként említették, hogy a Bólyai iskola igazgatója nem tart igényt az eddigi helyettese munkájára, akit az intézmény dolgozóinak nagy többsége pedig támogatott az igazgatói pályázatnál. Az eljárásrendnek megfelelően a képviselőtestület június végén döntött az igazgató személyéről, és így július 1-től Mackóni Matlák Júlia tölti be ezt az állást. Ő magasabb vezetőnek minősül, és munkáltatói jogkört is gyakorol. Munkáltatói jogkört gyakorol a pedagógusok és a nem pedagógus közalkalmazottak fölött. Tehát az igazgató választja meg a helyetteseket, és alkalmazza a pedagógusokat és a nem pedagógus közalkalmazottakat. Az igazgató helyettes kinevezése előtt véleménynyilvánítási joga van a tantestületnek, ami ebben az iskolában is az alakuló értekezleten megtörtént. A sajtótájékoztatón szóba került, hogy a város polgármesterének az idei év nyarán a Honvédelmi Minisztérium és az Országos Polgárőrszövetség által adományozott kitüntetések mellé az önkormányzat legutóbbi ülésén 2 havi átlagfizetésének megfelelő összeget szavaztak meg a képviselők. A bruttó 1 millió forintot meghaladó összegből véleményük szerint a nehéz helyzetben lévő szülők gyerekeinek iskolakezdését kellett volna támogatniuk. Róna Völgyi Endréné televíziónak nyilatkozva kifejtette. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kitüntetésekhez a jutalmat a dolgozó munkáltatója biztosítja. Ő egyébként ennek a napirendnek a tárgyalásánál nem is volt jelen, azt az ügyrendi bizottság elnöke terjesztette a képviselők elé. A polgármester közölte, az összeget nem saját céljaira kívánja fordítani, hanem választókörzetében, a csalogány közben járdaépítésre fogja felhasználni. A város önkormányzata augusztusi ülését onnan tartotta, ahol a képviselők megtekintették a település részen folyamatban lévő beruházásokat is. Az Ondiak szerint nem szolgált még ilyen rangos tanácskozás helyszínéül a helyi iskola tanterme. A képviselők az ismerkedést az épülő csapadékvíz elvezető rendszernél kezdték. A kivitelező cég művezetőjének tájékoztatója után a 800 millió forintos beruházással kapcsolatban megfogalmazódtak javaslatok is, amelyeket szakemberekkel egyeztet majd a polgármesteri hivatal. A településrész önkormányzati képviselője örül a megkezdett beruházásnak, és véleménye szerint is szükség van a munkák tovább folytatására. Az elmúlt 2-3 évben ontelepülés részen kiépült a közműcsatorna, ami már korábban befejezésre került. Legújabban a felszíni csapadékvíz elvezetésnek a problémáinak a megoldása várt az önkormányzatra. A tavaszi folyamán elkezdődtek a kivitelezési munkák Ond Szerencs felőli részén, ami körülbelül most egy olyan 50-60%-os állapotban van, véleményem szerint. További munkálatokra van szükség, nem csak a Szerencs felőli részen a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, hanem a település résznek a Rátka felőli részén is.
ez a védmű tulajdonképpen nem fogja megoldani a mostani állapot szerint a csapadékvíz elvezetést onnan. Ezért javasoltam az önkormányzat ülésen, hogy további képítés történjen meg, és ezáltal a hegyről lezúduló csapadékvíz nagy részét a mesterséges mederbe tudjuk terelni. A tanácskozás szünetében a képviselők megtekintették az épülő óvodát is. Bár munka akad még bőven az október 1-i átadásig, azonban a gyerekek egy teljesen felújított és korszerűen felszerelt intézménybe költözhetnek vissza. A múlt építészeti értékeit megtartó gerendák színe ugyan nem nagyon tetszik a helyieknek, de azért még reménykednek. A szürke helyet festetik még barnára is a mennyezetet. Bronz dombormű őrzi Kulcsáranit emlékét a Rákóczi iskolában. Balázs Eszter Munkácsi díjas szobrászművész alkotását augusztus 31-én leplezték le az oktatási intézmény aulájában. A januárban tragikus hirtelenséggel fiatalon elhunyt Szerencsi származású világklasszis kézilabdázó emlékére a Szerencsi mezőgazdasági RT készítetett domborművet. Az avatáson Orosz Tiborné igazgatóhelyettes ismertette az esemény szomorú aktualitásaként, hogy Kulcsár Anita a Rákóczi iskola végzős diákjaként az elsők között vehette át a részvénytársaság kitüntetését. Osvai György, a cég vezérigazgatója avató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Anitát szinte minden magyar ember ismerte és szerette sportteljesítményért, sportszerűségéért, közvetlenségéért és segítőkészségéért. A tragikus január 19-i esemény után pár napot várva, a család dolgainak a rendezése után kerestem meg a házaspárt és elsők között említettem a szándékunkat a dombormű állítással kapcsolatban. Számomra nagy öröm, hogy az első dombormű avatása az országban az ő tiszteletére így Szerencsen történt. Azt hiszem, az a köztisztelet, ami ezt a sportolót övezte, az nagyon kevés emberről mondható el. Én úgy érzem, hogy a mezőgazdasági RT a legkevesebbet tette ezzel, igaz, hogy egyedülállót, de talán azt mondom, hogy elkezdtünk egy sorozatot, hogy Szerencsen élő híres vagy híres embereknek vagy sportolóknak mindenféleképpen a jövőben emléket kell állítani. A dombormű leleplezése után a város és a Magyar Kézilabda Szövetség vezetői, Anita egykori csapatának képviselői, pedagógusok és más szerencsi tisztelői helyezték el a kegyelet virágait az emlékhelynél. A bronzból készült alkotás emlékezteti majd a felnövekvő nemzedékeket, hogy Szerencsről indult Magyarország egyik legtehetségesebb, legeredményesebb kézilabdázója, akit 2004-ben a sportág legjobbjának választottak a világon. A tanévkezdés után a reggeli órákban rendőrök és polgárőrök vigyázzák és segítik az iskolák közelében található gyalogos átkelők mellett a közlekedést. A fokozott rendőri jelenléttel a gyermekbalesetek megelőzése a cél. Az elmúlt tanévben a Bekecsi általános iskolánál az intézményből távozó gyerek akart átszaladni az úttest túloldalára szüleihez, akit az éppen érkező autóbusz elgázolt. A tanuló súlyosan sérült a balesetben. Szerencsére a Szerencsi Rendőrkapitányság működési területén ritkában fordul elő a 14 éven aluli gyermekekkel közúti tragédia, azonban az iskola kezdéssel együtt járó nagyobb jármű és gyalogos forgalommal a veszély is fokozódik. Az idei iskolai tanévben a megnövekedett jármű, kerékpáros, illetve gyalogos forgalom miatt a helyi polgárőrséggel közösen a rendőrség az egész kapitányság területén, legforgalmasabb útszakaszainkon, iskolák közelében forgalomsegítő tevékenységet végez az első hetekben. Ezúton szeretném felhívni a gépjárművezetők figyelmét, hogy a megnövekedett gyalogos forgalom miatt legyenek egy kicsit türelemmel, kisebb torlódások várhatóak, legyenek nagyobb figyelemmel, különösen gyalogátkelő helyek környékén, iskolák közelében. Szeretném felhívni a szülők figyelmét is, hogy az iskola első napjaiban, amennyiben lehetőségük van rá, kísérjék el gyermekeiket az iskolába, különösen gondolok itt a legkisebbekre, iskolakezdőkre. Beszéljék meg az iskola és a lakhely közötti útvonalat, a közlekedés szabályait, hogy gyermekeik biztonságosan tudjanak közlekedni ezen az útvonalon, és biztonságosan érjenek iskolába, majd onnan haza.
A rendőrök a polgárőrökkel együtt a közlekedés szabályainak betartása mellett fokozottan ellenőrzik az autókban a gyermekülések és a biztonsági öv használatát. A jogsértőkkel szemben az országos rendőrfőkapitány zéró toleranciát hirdetett, tehát a szabályszegők a legszigorúbb büntetésre számíthatnak. A szülőknek és közlekedőknek pedig egyaránt felelőssége, hogy a gyerekek megtanulják, megszokják, majd betartsák a közlekedés szabályait. E tekintetben pedig meghatározó a felnőttek példamutatása. Megkezdődött a tanév a város oktatási intézményeiben. Legkorábban a Bocskai István gimnáziumban tartották a szorgalmi időszakot megnyitó ünnepséget az aulában. Mint azt Gál András igazgató köszöntőjében kiemelte, a középiskolában eddig soha nem látott létszámmal, több mint 900 nappali tagozatos tanulóval vágnak neki a szeptembernek. Az idén 6 első osztály indul a Bocskaiban, akik felújított termekben kezdhetik meg középiskolai tanulmányaikat. Az iskolában a nyár során jelentős fejlesztéseket valósítottak meg, amelyek a diákok érdekeit szolgálják. A Bójai iskola udvarán a hagyományoknak megfelelően az új elsősök ültek az első sorban, akik mögött a felsőbb évfolyamosok sorakoztak fel. Az idén 2 új osztály indul az intézményben. Mackóné Matlák Julianna igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az idén szinte valamennyi évfolyamon csökkent a tanórák száma, ezzel mérséklődött a diákok túlterheltsége. Az igazgató ismertette, hogy a Bójai iskola eddigi színvonalas tehetséggondozó, oktató-nevelő munkája elismeréseként elnyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megye tehetségfejlesztő hálózati programjának szakmai, módszertani bázis intézménye címet. A Rákóczi iskolában hagyományosan az első tanítási nap reggelén tartották az évnyitó ünnepséget. Kulcsár Sándorné külön köszöntötte a kisdiákokat, akik első alkalommal ülnek be az iskolapadba. Ők különösen nagy kihívás előtt állnak, hiszen életükben az önfelett játékot a rendszeres ismeretszerzés váltja fel, emelte ki az intézmény vezető. A Rákóczi iskolának idén 510 tanulója van, akikkel a 8 év folyamán 23 csoportban foglalkoznak a pedagógusok. Az intézmény továbbra is kiemelten kezeli az idegen nyelvet, a nívócsoportokban való tanulást és a művészeti képzést. A Szerencsi Középiskolai Kollégium, a Bocskai Gimnázium és a Szerencsi Szakképzőiskola fontos háttérintézménye. Az idegenforgalmi szezon végével augusztus utolsó napján diákok népesítették be a szobákat. Az idei tanévben a diákszálló 2 épülete összesen 138 tanulónak biztosít átmeneti otthont, akik közül 53-an új lakói az intézménynek. A Szerencsi Több Célú Kistérségi Társulás augusztus 29-i társulási ülésén bemutatták a kistérség területfejlesztési programját. A szakértők által kidolgozott munkaanyag a stratégia célokhoz rendelt prioritások között említi a kistérség településein a tájjellegű mezőgazdasági tevékenységek ösztönzését, a turizmus és a közlekedés infrastruktúra és a humán szolgáltatások fejlesztését, az épített és természeti környezet megóvását, valamint a munkahely teremtését. A polgármesterek a legfontosabb feladatok között jelölték meg a felszíni csapadékvízrendszerek kiépítését, az utak és járdák állagának javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A társulás döntött arról is, hogy a kistérség családsegítő szolgálatának székhelye Tája legyen. Egyetértés volt abban is, hogy a kistérségi társulás megalakulásával és annak munkaszervezetének kialakításával szükségtelenné vált a Szerencsi Közoktatási Ellátási Körzet működtetése, ezért a szervezet 2005. augusztus 31-ével megszűnik. Megállapodás alapján a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat a nevelési tanácsadó szak és szakmai szolgáltató látja el, míg a tanügy igazgatási és koordinációs tevékenységet, valamint a tehetséggondozó decentrum működtetését a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Oktatási Közművelődési és Városmarketing Osztálya végzi. Katasztrofálisnak minősítette a közösségi cukoripari rendtartás tervezett reformját a Szerencsi Cukorgyár szeptember 1-én megtartott alkalmazotti gyűlésén Werner Küster.
a Mátra Cukor RT igazgatóságának elnöke a társaság dolgozói előtt ismertette, hogy a várhatóan jövő évtől életbe lépő változások eredményeként az Európai Unióban 2009-ig fokozatosan csökken majd a cukor értékesítési ára, miközben a termelési kvótákat a jelenlegi kétharmadára szorítják vissza. A cél a gazdaságtalan termelés megszüntetése. Az elkövetkező években cukorgyárak bezárása várható elsősorban ott, ahol nem tudnak megfelelni az árversenynek. Werner Küster ezért a német Nordzucker érdekeltségébe tartozó Szerencsi cukorgyárnál a minőségi termelés mellett a költséghatékonyság növelését, az egy tonna előállított cukorrelső energia és munkaerőköltség csökkentését határozta meg alapvető feladatként. Ondon tartotta a legutóbbi augusztus 30-ai ülését a város önkormányzata. A képviselők megvitatták a pályakezdők, különösen a diplomás fiatalok szerencsi elhelyezkedési és letelepedési lehetőségeiről készített tájékoztatót. Mint kiderült, a helyi gazdaság kevés lehetőséget kínál a magasan képzett ifjú szakembereknek, akik emiatt máshol keresik boldogulásukat. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények jelentős számú fiatal munkaerőt foglalkoztatnak. Az önkormányzat arra törekszik, hogy kedvező feltételrendszer biztosításával beruházókat csábítson a városba, ami a foglalkoztatás területén is jelentős előrelépést hozhat. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat adhok bizottságot hoz létre az 1956-os forradalom és szabadságharc jövő évi 50. évfordulójának méltó megünneplésére. Ennek elősegítésére a képviselők egyhavi tiszteletdíjukat ajánlották fel. A székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére 200 ezer forintos alapot hozott létre a testület, amelyhez befizetéseikkel a városlakók is csatlakozhatnak. Megkezdődött augusztus végén a gyárkerti utak járhatóvá tétele. Az előzetes ígéreteknek megfelelően földgyalutolta végig a hepehupákat, majd az így kialakított alapot kővel töltik fel. A burkolat egyelőre zúzalék lesz, azonban már ezzel is jelentősen javulnak a közlekedés feltételei a területen. Információink szerint a gépek a gyárút rosszabbik állapotú szervízútján is eltüntetik a gödröket az arra járó körömére. A tetején landolt egy autó szeptember 1-én este 8 óra körül a Legyesbénye és Megyasszó közötti útszakaszon. A forgalomból kivont Nissan egy Wartburggal koccant, miután a kocsi 54 éves vezetője az előzés után túl hamar tért vissza a sávjába. Az erősen ittas, jogosítvánnyal nem rendelkező sóstófalvai férfi a két település közötti egyenesben elvesztette uralmát az autó felett, amely lesodródott az úttestről, és a vízelvezető árokban a feje tetejére borulva állt meg. A jármű vezetőjét a szerencsi tűzoltók szabadították ki az összeroncsolódott kaszniból. A férfit a mentők súlyos, két utasát könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit a szerencsi rendőrkapitányság vizsgálja. A tavaszi telepítés után ismét halat vásárolt a Szerencsi Horgász Egyesület. Szeptember 1-én 3,5 mázsa tükörpont érkezett a Szerencsi homokostóba. A parton várakozó horgászok buzgón segítkeztek a szép példányok vízbe helyezésében. A telepítést követően az Egyesület vezetősége kétnapos horgászati tilalmat rendelt el a területen, ám pénteken éjféltől a helyi pecások ismét birtokba vehették a kedvelt horgászhelyüket. Megyénkben az elmúlt időszakban akadt olyan ittas vezető, akit a szabálysértési hatóság, mivel alkoholos befolyásoltság mellett még közúti közlekedési balesetet is okozott, büntetlen szabálysértési előélet mellett 60 ezer forint pénzbírsággal sújtott. Emellett az elkövetőt 8 hónap időtartamra eltiltották a közúti járművezetéstől, és 26 ezer forint eljárási költség megfizetésére is kötelezték. A férfi nagy valószínűséggel élete legdrágább italát fogyasztotta el kocsiba ülés előtt, mivel az utánképzés költségével is számolva több mint 100 ezer forintjába került a 6 deciliter sör. A rendőrség a jövőben is folytatja a fokozott közúti ellenőrzéseket, amelynek egyik fő célja az ittas járművezető kiszűrése.
6 nemzet csapatai léptek pályára a 15. junior férfi kézilabda világbajnokság keretében augusztus 23-án és augusztus 27-én a sportcsarnokban. A szerencsés sportlétesítmény kitűnőre vizsgázott, így városunk a jövőben is színvonalas nemzetközi mérkőzések helyszíne lehet. Borsodabaui Zemplén és a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 11 városában rendezték meg augusztus 2. felében az idei junior férfi kézilabda világbajnokságot. A különböző helyszíneken összesen 20 nemzeti válogatott lépett pályára, hogy megszerezze a győzelmet. Szerencsén a középdöntőben előbb Tunézia és Svédország, majd Kongó és Csehország legjobbjai mérkőztek. A 11. helyért augusztus 27-én lejátszott találkozón az argentin fiatalok nagy küzdelemben végül 36-30 arányban legyőzték Dél-Korea együttesét. Az alapos előkészületeknek és a gondos szervezésnek köszönhetően a város és a sportcsarnok világbajnoksági helyszínként kiválóra vizsgázott. A csapatok remekül érezték magukat, nyilván különösen a győztesek. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség képviselői a legjobb véleménye voltak a sport létesítményről, a rendezésről, és hát arról megint szeretnék valami olyat mondani, ami meglepő volt számomra, hogy ilyen kvázi lakodalmi hangulat várta a csapatokat, ami azt jelentette, hogy olyan vendéglátásban volt részük, amit hát széles a világban nem nagyon tapasztaltak, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett mindenkinek az itteni nagyon kedves vendéglátás és a körülmények. Ami egy különleges unikum volt, az pedig a város szépsége és nagyszerűsége. Én régen láttam ilyen gyönyörű várost a világon. Elhatározott szándékunk, hogy lehetőleg minél több olyan mérkőzést hozzunk a településekre, így szerencsre is. Egyrészt köszönendő a világbajnoki segítséget és a világbajnokságon nyújtott támogatást, egyáltalán az ebben a munkában való részvétel. Másrészt pontosan azért, hogy utánpótlás csapatokat, junior, ifjúsági vagy cserdülő válogatottakat, netán felnőttet is láthassanak az itt élő emberek, és ne csak egy távoli kép legyen, és ne csak egy képernyőn való megjelenés lehetősége. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jövőben még több válogatott mérkőzésnek tud otthont adni a gyönyörű sportcsarnok. A főtitkár ígérete szerint így a jövőben is színvonalas nemzetközi kézilabda mérkőzéseket láthat majd szerencsén a sportszerető közönség. Reméljük, hogy rövidesen a magyar válogatottnak is szurkolhatnak a kézilabdázás helyi szerelmesei. Az ország legerősebb fekvenyomói randevúztak augusztus 28-án Legyesbényén. A 30 férfi és 10 női versenyzőből álló mezőny a Zempléni település művelődési házában válogató versenyen vett részt, ahonnan a legjobbak indulhatnak majd a szeptember végén Moson-Magyaróváron megrendezésre kerülő fekvenyomó Európa-bajnokságon. A nagyszámú érdeklődő nem maradt látnivaló nélkül. A program első részében brazil kapuérások zenés bemutatója szórakoztatta a közönséget, majd testépítő férfiak ápráztatták el a teremben helyet foglaló hölgyeket. A versenyprogram első részében a 10 női sportoló a színpadon elhelyezett fekvenyomó padon emelgette a nehéz súlyokat. Később a férfiak vetélkedése következett. Maga a verseny nem tartozott az igazi közönséget vonzó látványosságok közé, a hatalmas duzzadó izmok és erős emberek azonban példásan küzdöttek az óriási súlyokkal. A szerencsi Fittese OB3-as teniszcsapat a szeptember 10-én Fehér Gyarmat együttesét fogadja a Molnár István úti teniszpályán. A szombaton 10 órakor kezdődő bajnoki találkozón 6 egyes és 3 páros mérkőzést láthat az érdeklődő közönség. Az első forduló monoki sikere után szeptember 27-én hazai pályán is győzelmet aratott Szerencs labdarúgó csapata. Együttesünk 2-1 arányban bizonyult jobbnak Tokaj csapatánál. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen lejátszott találkozón a 8. percben kapus hibát követően a vendégek jutottak vezetéshez. A szerencsi válaszra a 23. percig kellett várni, amikor Matolcsi 25 méterről az ellenfél hálójába bombázott. Ezután kissé leült a találkozó, és már úgy látszott, hogy döntetlen lesz a végeredmény. A mérkőzés lefújása előtt 3 perccel urai találata a házigazdák javára billentette a mérleget. A szerencsi labdarúgó csapat szeptember 10-én szombaton délután 5:30-tól hazai pályán Tiszaladány együttesét fogadja. Az ifjúsági gárdák 2:30-tól mérkőznek.
A megyei harmadosztály szerencsi csoportjának eredményei a második fordulóban: Szerencs Tokaj 2-1, Tiszaladány Mezőzombor 2-1, Megyalszó Bekecs 3-3, Rátka Monok 1-4. Az Abóujkér Golob találkozót később időpontban játsszák. A tabellát 6 ponttal Szerencs vezeti a 4 pontos Bekecs és a 3 pontos Mezőzombor előtt. Tisztelt nézőink, a Szerencsi Televízió műsorát látták, adásunkat háromszor ismételjük meg. A műsort követően majd kedden 19 órától, valamint csütörtökön 10 órától. Új híradóval legközelebb szeptember 11-én jelentkezünk. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 0620 914 76 54-es számon. SMS-t a 0620 940 20 66-os számra küldhetnek szerkesztőségünknek. E-mail címünk szerencsi.televizio@internet.hu, a posta címünk pedig Szerencsi Televízió 3901 Szerencs, Postafiók 44. Legyen nagyon kellemes a hetük, viszontlátásra!